Üdv mindenkinek, én Sötör vagyok, ez pedig az első vlog videó, ami már a címből is kiderült, az igaz, de azért mégis ezt el kellett mondanom. Illetve azt is, hogy mi lesz ugye ma a téma, lehet, hogy egy címben benne lesz, lehet, hogy nem, tudom, majd kiderül. Na most, kezdjük akkor az elsőnél, első, szóval, itt Skype-on, Steam-en, meg YouTube-on, meg mindenhol ugye írogattok. Oké, ugye mindenre válaszolok, mindenkivel állok beszélgetni, miért ne tenném. És éppen ez az, hogy miért ne tenném. És vannak itt olyan furcsa dolgok, hogy ugye mondjuk valaki rám ír, hogy beszéljek már a barátjával, mert hogy nagy rajongom vagy, menjek be csoportba beszélni, vagy hívjam be beszélgetésbe, vagy bármi. Miért tenném? Most igen, most lehetne az, hogy jó, bemegyek mindenkihez beszélgetni, meg minden jó, egy ideig. De aztán rá kell arra jönni, hogy ez így végülis nem mehet olyan sokáig, mert inkább azokkal beszélgetek szívesebben, akiket ismerek is, és csak úgy, hogy hív föl, vagy fölvesz és fölhív olyannal, nem tudom, bírok miről beszélni. Én meg általában ezek nem szólnak bele, hanem ennyi. És ugye a lényeg az, hogy inkább írd rám, beszélgessünk, és akkor majd egyszer csak eljön az az idő, hogy rendesen beszélve is beszélgetünk, de nem tudom. Inkább azokat, akiket így jobban ismerek meg. Nagy előny, hogyha már hallottam valahol a hangját, vagy tudok róla valamit, hogy értelmesebb ember, meg minden, és úgy több esély van arra, hogy beszélgetek vele. Mert nem szeretek annyira olyan idegenekkel beszélni. Aztán, ugye ennek kapcsán jön az, hogy hát azt ugye remélem tudja mindenki, hogy én is, meg úgy kb. Az összes többi videós, nem mondom, hogy mindenki, mert van, akinek ez a munkája, de ugyanolyanok vagyunk, mint ti. Szóval nem kell itt minket magasztalni, hogy jaj, hozzám szólt, vagy jaj, behívott beszélgetésbe, vagy mit tudom én, hát ugyanazt csináljuk, mint ti, ugyanúgy viselkedünk, ugyanúgy megvan minden nap a dolgunk, ugyanúgy egész nap kockolok, na jó, azért nem, ez mondjuk túlzás volt, de mindegy, a lényeg az, hogy annyi különbség van köztünk, hogy na jó, valakivel van annyi is, hogy én tudok normálisan beszélni, mert az nem mindenkinek adatik meg, de annyi úgy lényegében a különbség, hogy én felveszem, miközben játszok, és ezt feltöltöm YouTube-ra. De nem hiszem, hogy olyan sok különbség lenne. Meg hát ugye az alapvető dolgok, hogy teljesen más a személyiségem, meg mindegy. Na, nem ez a lényeg, hanem hogy tényleg nem kell itt arra gondolni, hogy új, most én vagyok Sötör, és akkor beszélt velünk, vagy valami, hát mindenkivel beszélek, aki rám ír. Mondom, nem hívom föl, mert hát miért hívnám. De, na jó. Erről a témáról ennyit. Aztán jöjjön a következő eléggé nagy téma. Hát, jó, mivel még következzen, hogy építsük fel. Mondjuk jöjjön akkor először a Minecraft. Ugye szerintem ez egy jó játék. Megunható, de jó játék. Videózva ugye azért jó, mert mégiscsak ad valami pluszt. És nem egyedül játszol, multi is ezért jobb, mint a single egy idő után. De amúgy azért nézek néha arra, úgy, mert ott van a laptopom, és ott nézem, hogy mióta veszi a hangot. Mert kamerán is mutatja, igaz, hogy mióta veszem, csak a hangot azt külön kezdtem el venni. De nem baj, majd ezt én összevágom. Szóval a lényeg az, hogy Minecraft sokaknak tetszik, sokaknak nem. Na most videók belőle,
azért vannak, mert videózva ugye szeretek vele játszani. Single-ben fogalmam sincs, hogy mikor játszottam vele utoljára. Mint így videón vagy live-on kívül. Tényleg csak multizni szoktam ott is, már csak adminkodni szerveren. Meg mobarénázni, meg ilyenek, szóval ott sem szoktam már lemenni bányászni, meg építgetni ott simán, hanem csak kreatívba. Meg redstone-ozgatok, de azt is szerveren. Szóval, igen. És nem nagyon hívjatok Minecraft szerverekre, vagy multizni, mert valószínűleg a válaszom nem lesz, mert tényleg ezt a Survivort már meguntam belőle, és most valaki rám ért Skype-on, és válaszom azt, hogy igen, csinálom. Szóval a lényeg az, hogy ezt ne nagyon próbálkozzatok, gyertek fel a szerverről, ott általában fönt vagyok. Mostanában nem igen volt rá időm, meg minden, de általában fönt vagyok, az a lényeg. És ennyi. Közben eszembe jutott, hogy mit akartam következő témának, azaz még ezelőtt. Hogy ugye ott van a partnerség, ami hát eléggé kis számú feliratkozóval és nézettséggel is lehet már partnerséget szerezni. Vannak olyan cégek, akik ugye megadják ezt. És nagyon sokan beszoktak nekik szólni, hogy júj, hát ennyi feliratkozóval partner, vagy júj, hát hogy lehet ilyen, én meg ennyivel nem vagyok. Hogy amikor szép, hogy partner szól be partnernek, hogy mi van, de jó, én is megnézem, hogy 100 feliratkozóval partner. Jó, ügyes. De mégsem írok neki oda kommentet, semmi nem szorok neki be. Szóval tartsd meg magadnak az ilyen jellegű hozzászólásodat, mert elhiheted, hogyha mondjuk te 100 feliratkozóval kapnál partnerséget, és valaki odaírná, hogy júj, hát 100 feliratkozóval partner, akkor lehet, hogy nem igazán esne neked jó, hogy szidnak, mikor te törülsz, hogy partner vagy. És ennyi erről. Aztán a következő téma az a szavazás, amit csináltam. Fú, hát ez nagyon jól sikerült, mivel ennek a szavazós rendszernek olyan szara védelme, hogy egész el lett csalva úgy, ahogy van. Nem tudom már, hogy mennyi ebből normális szavazat meg minden. Hát volt, hogy 500 szavazat jött egyre, azt hiszem a tutoriára, úgy, hogy másodpercenként jött rá 5 szavazat. Összesen van 1000, szóval ennek a fele jött kb. Itt olyan egy perc alatt, és mind egyre. És gondolom, hogy nem megkért jó sok embert, kb. Hát, ja, kb. 500 volt az. Szóval nem kb. 500 embert megkért, hogy ti kattintsatok már rá így folyamatosan arra a tutoriára, hanem valamivel csinálta, de mindegy, nem ez a lényeg. Hanem ennek kapcsán megnéztem, hogy milyen szavazatok jöttek. Jó, hát most kilövöm tutoriát, ott van a többi 5-600 szavazat, majd azokat nézzük. Na de, hogy ugye így az 500 kapcsán megnéztem, hogy milyen szavazatok jöttek. És miért kell motornak jönnie? Sőt, traktor? Úristen, mit keres itt traktor? Na mindegy. A lényeg az, hogy megnéztem ugye a szavazatokat, és másodpercenként jöttek a szavazatok ugyanazokra 10-20-szor. És ez nem egy ember, szóval mindig másikra volt szavazva az ilyeneknél, de hát most ilyennel mit csináljak? Ezt nem lehet komolyan venni, hogy akkor mit szeretnétek. Valószínűleg van már egy ilyen ábra a fejembe, hogy mi is lesz. A Minecraft az lekerül fő sorozatról, miután vég lesz ennek. És egy kis mellékként fog tovább futni, szóval nem lesz vége. Viszont főnek vagy az Binding of Isaac-et szeretném, vagy valami más ilyen FPS-t vagy RPG-t, ezt még nem tudom, ezt majd még kiderül. Na de a lényeg az, hogy ez a szavazás ez úgy el lett cseszve, hogy van. És vagy találok egy olyan oldalt, ahol vagy IP cím alapján nézi, vagy fogalmam sincs, de hát ez így nem jó, hogy még ott is van lehetőség, hogy rámész arra, hogy
szavazok, és akkor ott kiírja, hogy másra is akarok. Rámész, megint szavazhatok. Szavazok, küldés. Megint akarok. Szavazok, küldés. Megint akarok. Most ezzel mit csináljak? Szóval egy egyszerű klikkerrel el lehet cseszni az egészet. Na de a lényeg az, hogy ilyet azért nem kéne. A másik, hogy vlogolok mostantól. Akinek nem tetszik, az nem nézi. Akinek kíváncsi a gondolataimra, és hogy miről mit gondolok, az megnézi. És örülnek, és lájkolja. Nagyjából ennyi. Úgyhogy írjatok kommentet azokról, amik elhangzottak, hogy nektek mi a véleményetek, illetve, hogy miről szeretnétek hallani a véleményemet, és akkor minden kommentet elolvasok, eddig is elolvastam, most ilyen háttérinfo, ugye az e-mail össze van kötve a YouTube-ba, és folyamatosan küld, hogyha feliratkozik valaki, hogyha válaszolnak nekem, hogyha küldenek egy levelet, hogyha írnak kommentet, és most tartok valami 4500 e-mailnél, olyan 4400-500-nál, és eddig egy olvasatlan levelem nincsen, minden egyes kommentet, feliratkozást, minden szart elolvastam, és nem csak úgy, hogy rámegyek, jó, olvasok, tovább, hanem rámegyek, ezt kommentelte, tovább, ó, meg ezt, tovább, ó. Jaj, hogy itt egy egész beszélgetés van, azt olvassuk már. Szóval mindig aktívan figyelem, hogy mik történnek a videóim alatt, és ez szerintem látszik is a videókban, hogy próbálom úgy csinálni a dolgokat, amiket írtok, úgyhogy nyugalom, mindent elolvasok. Szóval mindent elolvasok, és válaszolok is rá, bármint ami olyan, de a lényeg az, hogy de szar, ez a mindegy. Lényeg az, hogy lemerült a kamera, és most így szarul, itt kell tartanom, mert már mindent elpakoltam. És vágás közben jöttem rá, hogy lemerült. De mindegy, a lényeg az, hogy a végére már csak elköszöntem, amit most is megteszek. Ó, és még valamit. Ott egy lámba. Szóval a lényeg az, hogy kommentbe írjátok le a véleményeteket erről, úgy az egészről, és témát is írhattok, amiről esetleg érdekel a véleményem, és nagyjából ennyi. Úgyhogy, sziasztok!